Csodás ruhakölteményekkel és izgatott első bálozó fiatalokkal találkozhattak mindazok, akik ellátogattak az idei balatonfüredi Annabárra. A mulatságot először 1825-ben rendezték meg a településen, az elmúlt közel 200 esztendőben pedig egy rövid időszak kivételével minden évben megtartották a nagyszabású rendezvényt. A település minden évben együttműködési megállapodást köt egy hazai várossal, amelynek képviselői az Annabárra is meghívást kapnak. 2018-ban Baja lépett testvérvárosi kapcsolatba Balatonfüreddel, így a Dunamenti város lett az idei Annabár díszvendége. Percsák Róbert Baja polgármesterek köszöntőjében rámutatott a települések közti egyezésekre és hasonlóságokra. A megnyitót követően a vendégek elfoglalták helyeiket az asztaloknál, és kezdetét vette a báli mulatság, ahol az idei évben két bajai páros is képviseltette magát. Elmondani sem mertem volna róla, mondom, tényleg nagyon hirtelen jött ez az egész, és meg is lepett, és körülbelül így most kezdem felfogni, hogy már itt vagyunk 2-3 órája, vagy nem is tudom, lehet, hogy több, hogy tényleg milyen jó itt lenni, tehát tényleg nagyon gyönyörű a helyszín is minden, úgyhogy szerintem nagyon jó. Baja város polgármestere kiemelte, örömére szolgál, hogy a hivatalos delegáció mellett a fiatalok is ellátogattak az estére. Bemutatkozhatnak itt Balatonfüreden. Az Anna bál a legnevesebb bál Magyarországon. Az Anna bálon megjelenni, az mondhatni, hogy az ember életébe nem egy általános dolog. Ezzel a fiataloknak lehetőséget is teremtettünk, remélhetőleg, mert hogy a bajai fiatalokra büszkék vagyunk. A bajai fiatalok, a bajai lányok azok nagyon szépek. A füredi Anna bál nem csak a hazai vendégek körében népszerű, évről évre akadnak ugyanis olyan résztvevők, akik közeli országokból vagy akár a világ másik végéről utaznak a Balaton partjára. Ez az úr például egyenesen Washingtonból érkezett a bárra. Eddig nagyon jól érzem magamat, persze a táncolásra várok, de egy valami, amit tetszik, hogy itt van ugye a szépség királynő választás, illetve Anna bál királynő választás, és valakire kell szavazni, meg vannak számozva a szívek, és mindenki érdekében van az, hogy az első bálozók eljönnek és beszélgettek a más emberekkel is. A közel két évszázados múlttal rendelkező programsorozat szervezői évről évre arra törekednek, hogy a kezdeti célokat és értékeket megőrizve, emellett a mai kor elvárásainak megfelelve bonyolítsák le a nagyszabású rendezvényt, mondta dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Tudatosan építünk arra, hogy ez a bál ez mindenféleképpen idézőjelben kifele is megmutatható legyen. Gyakorlatilag nem is Anna bárról, hanem Anna fesztiválról beszélünk, hiszen előtte jó pár nappal korábban megkezdődnek a bál kísérő rendezvényei, a most már hagyományos primás verseny, az Opera Füred, ahol az Operaház ad két csodálatos koncertet. Éjfél körül elérkezett az est fénypontja, amikor is kihirdették az Anna bál szépét. A hagyományoknak megfelelően az idei évben és két fordulóban zajlott a választás. Első körben a vendégek szavazatai alapján választottak ki 16 fiatal hölgyet, akik a színpadra lépve lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A legszebbek közé a Bajáról érkező Oroszlán Dóra is felléphetett. A verseny második fordulójában már a szakmai zsűrire bízták a döntést, akik végül a 26 éves Tóth Kinga Zoénak ítélték a kitüntető címet.